A 20 gyerek vér és vizelet mintáján elvégzett toxikológiai vizsgálatok mind negatívak, semmilyen veszélyes anyagot nem találtak, mondta Igor Veszelinovics, a Korbonsztani Intézet igazgató helyettese. A vizsgálatok kimutatták, hogy a vérben, illetve a vizeletben nem volt szénmonoxid, de a hidrogénszulfid jelenlétének kivizsgálásakor is negatív eredményeket kaptunk. Az elemzések során kivizsgáltuk a környezetünkben elterjedt gyógyszerek jelenlétét is, mint amilyenek a narkotikumok, antidepresszánsok és a nyugtatók. De ebben az esetben sem született pozitív eredmény. Hozzátette, a Korbonsztani Intézet elvégezte a feladatát, a rosszulétokára más intézményeknek kell választ adnia. Sokan azt gyanítják, hogy tömeghisztériáról van szó. Vladimir Mihics, szociálpszichológus szerint annak ellenére, hogy már jó néhány nap eltelt, még mindig korai végleges következtetéseket levonni. Különféleképpen magyarázzák az esetet. Egyesek szerint a gyerekek csak magukra szerették volna vonni a figyelmet, mások viszont pszichológiai és szociális jelenségként értelmezik az esetet. Ezek az elméletek szerint néhány tanuló tényleg rosszul lett, a többi gyerek pedig tudatalatt utánozta az ő tüneteiket. Hogy valójában megtudjuk, mi váltotta ki a rosszulétet, az érintett tanulókkal és tanárokkal is beszélni kell. A szakember hozzáfűzte, sok gyermek csupán pánik miatt került kórházba. Szirtyán Verbics oktatási miniszter szerint addig felelőtlenség lenne bármilyen következtetést levonni, amíg nincs részletes jelentés. Sok ellentmondásos információ látott napvilágot. Erre az esetre mindenekelőtt figyelmeztetésként kell tekinteni. Ne hozzunk elhamarkodott követeléseket, amíg nincs elég adatunk arról, hogy valójában mi is történhetett. Emlékeztetőül elmondjuk, kedden a Sajkás Szent Iváni Általános Iskolában több hetedik osztályos tanuló eddig ismeretlen okok miatt rosszul lett. Az Újvidéki Gyermekklinikán 44 gyereket vizsgáltak meg, akik közül 20-at tartottak bent megfigyelés céljából, szerdán pedig mindenkit hazaengedtek. Az iskolában február 18-ától rendszeresen lesz tanítás.